Most a komposztkazánokról, komposztfűtésről fogunk hallani, és akkor át is adnám a szót Tőgyi Balázsnak. Köszi szépen. Remélem, hogy senkinek nem okoz gondot, hogy cseréltünk a programban, de most ez így sikerült. Bemutatkoznék, Tőgyi Balázs vagyok, környezetvédelmi villamosmérnökként végeztem a tanulmányaimat. Itt van Szenesi Ildikó tanárnőm is, nagyon köszönöm, hogy eljött. Aztán belemélyedtem egy kicsit így az ökológikai dolgokban. Elsősorban a megoldások érdekelnek, hogy hogyan lehet ökotudatosan a természettel harmonizálva megoldani olyan feladatokat, amiket az élet hoz elénk. Ez az építészethez is kapcsolódhat, az élettér, az életkörülmények, életmód, nagyon sok területe van. Most a komposztkazánról fogok beszélni, ami jelenleg így néz ki, vagy így nézett ki a házunknál, amit építettem. Ez egy kísérleti példány, és végül is azért úgy kényelmetlen ez a mikrofon, hogy tartani kell. Szóval ez egy kísérleti példány, mérési kísérletezés céljából építettem. Azért, hogy többet megtudjunk a viselkedéséről, illetve fejlesztési irányokat, tapasztalatokat térképezzünk föl, és tehát elinduljon valami innováció. A tevékenységemet eddig is, és eztán is teljesen a közjó céljából csinálom. Tehát az összes tapasztalatomat, a megszerzett végülis mérési eredményeket, illetve amikre rájöttünk, ezeket mind megkívánom osztani. Hát, mi az a komposztkazán? Nagyon egyszerűen megfogalmazva, a komposztkazán végül is a komposztban lévő komposzthőt hasznosító eszköz. Fűtésre lehet használni, használati melegvíz előállításra lehet használni. És tehát a felhasználási területe az pedig megint csak sok területen lehet. Ez egy ilyen egyszerűsített ábra, ez a legegyszerűbb módja, hogy a komposztot felhalmozzuk, és miközben halmozzuk, beleépítünk egy ilyen hőcserélő spirált, egy ilyen tekeredő csőt, amiben a keringetett vizet, vagy a keringetett víz ugye a megtermelődő hő által fölmelegszik, és így tudjuk kivenni ezt a hőt hasznosítás céljából. Hát Jean Pen, egy francia erdőr volt az első végül is olyan ember, aki komolyabban foglalkozott a témával, illetve készített jegyzeteket. A kedves felesége leírta a lényegét a módszerének. Lényeges tudni, hogy ő egy erdőr volt, és az erdő tüzeket megakadályozása céljából az alnövényzetet ritkította, bozótot termelt ki elég nagy területről, nagyon nagy mennyiségű bozót hulladéka volt, amivel nem tudott mit csinálni. Felaprította, és végül is tapasztalati úton jött rá, hogy a komposztálás során hő is keletkezik, és rájött, hogy ezt hasznosíthatja, a házát fűtötte ezzel, illetve ő csinálta meg először a biogáz előállítást is hasonló rendszerben. Utóbbi ugye világ szinten elterjedt, ismerős a biogázfejlesztés, a komposztkazán viszont mint egy lehetséges módszer a homályba veszett. Ország Jóska bácsi professzor úrnak köszönhetjük, hogy ez a módszer így Magyarországon azért némileg ismert. A munkásságában a vízönellátással foglalkozik elsősorban, illetve biotömeg fenntarthatósággal, és ide kapcsolódik a komposztkazán is, mint egy téma. És kapcsolódva, immár megérkezve Magyarországra, Kakuk Attila és a kedves felesége Ágnes, ők építették Magyarországon, azt hiszem 2011-ben az első komposztkazánt, amiről legalábbis tudunk, tehát így dokumentáltan. Az ő beszámolóikból indultam ki, tehát ebből a három forrásból kezdtem el a tevékenységemet, és ebből jutottam el odáig, ahova
eddig sikerült nem beszélgessünk arról, hogy miért jó a komposztkazán, mi az előnye. Hangsúlyozom rögtön az elején, hogy ez elsősorban egy humusztermelő rendszer. Tehát a komposztkazának elsősorban az a lényege, mint a komposztálásnak is, hogy humusztermel. Illetve van egy ilyen mellékes jósága, hogy fűt is mindeközben. Méghozzá úgy, hogy mivel nincsen égés, nem termel füstöt, nincsen széndioxid kibocsátás, hanem ez a biotömeg égetés nélkül mégis humusszá alakul, és így keletkezik ez a hő, amit hasznosíthatunk. Mi az a humusz? Víz és ásványi anyagok tárolására képes ilyen rácsos szerkezetű szivacsos anyag. Nagyon lényeges, hogy a talajban konkrétan ez a humusz tartalom az, ami a növények számára az élet és a növekedés szempontjából fontos anyagokat tárolja, illetve élőhelyet biztosít az apró élőlényeknek, mikroorganizmusoknak, meg gombáknak. Mire jó a humusz? Hát nyilván elsősorban arra jó, hogy a növényeknek táplálék. Hát innentől kezdve meg sok egyéb, tehát az egész életek a forrása is, mert mi is ugye növényeket eszünk, vagy legalább azok az állatok, akiket megeszünk, mi azok is növényeket esznek. Tehát valamennyiünk tápanyagforrása. Egészséges humusz rendszernél ezek a tápanyagban gazdag talajok végig is biztosítják, megerősítik a növényeknek az immunrendszerét. Ugye, ahogy mondtam, szivacsos szerkezetű, úgy is viselkedik, mint a szivacs, a vizet azt így képes tárolni. Ennek vízgazdálkodási szempontból nagyon fontos következményei vannak, tehát hogyha egy humuszt termelünk, illetve humuszt kezdünk el visszavinni a talajra, akkor sokat javíthatunk a talajerózión, illetve akadályozhatjuk a talajeróziót. És ahogy említettem, a talajmenti élőlényeknek az élőhelye a humusz. Ország Jóska bácsi, meg sokan, akik így mélyebben ismerik ezeket a dolgokat, sokszor hasonlítják a humuszt egy élő szervezethez. Hogyan keletkezik? Ez nem találtam így jó ábrát, de nagyjából arról van szó, nagyon egyszerűen, mindenféle tudományos dolgot nélkülözve, hogy ezek a szerves anyagok, ezek az elhalt növényi és állati maradványok lebomlanak, szerkezetileg széthullanak, és újra egy másik szerkezetté alakulnak, humusszá alakulnak. A humusz szénből felépülő ilyen rácsos szerkezet, az, ami a növényeknek a struktúráját alkotja, az a szénlánc, a cellulóz, ezért a humusszá alakul benne a csupa értékes tápanyagokkal. Miért fontos ez? A komposztkazán aspektusából azért fontos ezt tudni, hogy tehát a növényi és állati maradványoknak az elégetésével, amit amúgy a biomassa égetésével végzünk, éppen ezt a nagyon értékes tápanyagforrást pusztítjuk el. Tehát egy nagyon fontos dologra szeretnék rávilágítani, hogy a biomassa energetikai hasznosítását ugye megújuló címszó alatt, megújuló energia címszó alatt hasznosítjuk. Sokak által, tehát közhiedelem, köztudott, hogy ez a biomassa energia, ez zöld energia. Szerintem nem az, sőt elég sötét zöld energia. Azt a biomasszát, ami a tápanyag utánpótlás kellene, hogy fedezze a visszaforgatás által, éppen ezekkel a technológiákkal semmisítjük meg. Úgyhogy nagyon veszélyesnek tartom, és nagyon ellene is vagyok, ezért is beszélek sokat a komposztkazánról. Ami végül is lehetővé teszi, hogy úgy nyerjünk energiát a biotömegből, a biomasszából, hogy nem égetjük el, hanem megmarad a természetes körforgásában, méghozzá a talajmenti körforgásban, azaz a legrövidebb úton ezek a növényi és állati maradványok ugye visszakerülnek a talajba, és újra táplálékul szolgálnak a ciklusban. Ezért komposztálni szükséges.
Mit lehet elkomposztálni? Nagyon sok mindent el lehet komposztálni, tényleg szinte minden élő maradványt, tehát már elhalt élő maradványt. Csak egy pár példát, így a lehetőségek közül vannak gyümölcsfa, metszetágai, ugye a gazdálkodók, szőlővenyige, hogyha szőlészetről van szó, lehullott falevelek, de amúgy tehát nagyon sok hulladék keletkezik a városgondozásnál, a közútkezelő cégeknél, ezek általában valamilyen, megint csak valami nyesedék, vagy éppen amit a Jean-Pen is csinált, hogy bozótot takarított ki az erdő aljáról. Ez mind felhasználható. Felhasználható a konyhai hulladék, amit ugye bele szoktunk szórni amúgy is a komposztba. A szalma, mondjuk például azok a szalma bálák, amik az építése nem alkalmasak, mert megpenészedett az esőben, az tökéletes. Hát mulcsozni szokták használni a kertben talajtakarásra, de a komposztban is tökéletes lazító anyag. Nagyon fontos az állati trágya. Állati trágya nélkül nem igazán működik a gazdálkodás, nagyon lényeges nitrogén tartalmat hoz be a rendszerbe, és bármilyen meglepő, az emberi trágya is épp úgy alkalmas. Erről egy kicsit bővebben beszélnék. Alomszéknek nevezték el. Az alomszék az benne van a nevében, alom olyan szék, amiben almot teszünk, miután elvégeztük a dolgunkat. Nagyon fontos tudni, hogy szinte teljesen szagtalan, sokkal komfortosabb érzetet nyújt, mint a vizes toalett. Belgiumban több ezer család ilyet használ, Magyarországon is sokan használnak, meg világszerte is mindenhol használnak ilyet, mégis egy kicsit annyira ilyen furán idegen itt még itthon. Lényeges előnye, hogy ugye nem fogyaszt vizet, ami egy átlagos háztartásnak olyan 30%-a. A WC-vel ökotudatos szemszögből értékes biotömeget a vízbe pazaroljuk. Ez nem létezik, mert a komposztáló budiknál, illetve ennél az alomszéknél ez az értékes mondjuk biotömeg komposztálásra kerül, és ő is bekerül a rendszerbe. Elkomposztáljuk. Mi a hőtermelés feltételei? Nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiség és arányú szén és nitrogén legyen a komposztunkban. Az, hogy ez most pontosan micsoda, erre nyilván nincsen recept, mert nem szabványos a növényeknek a szerkezete. Mindenki másfajta komposztot készít. Jó tudni, hogyha kell valamire, tehát gondolhatunk valamire, akkor ez egy szempont. Nagyon fajlagos, tehát nagy fajlagos felületre van szükségünk, ahol a folyamat végbe mehet. Tehát úgy képzeljük el, hogy ezek a baktériumok, akik hőt termelnek, ezek elkezdik átalakítani ezeket a szerves maradványokat, humusszá, és nyilván a folyamat akkor tud gyorsabban, vagy nagyobb hőtermelés mellett végbe menni, hogy ez a folyamat minél nagyobb felületen tud lezajlani. Tehát ezért szükséges a nagy fajlagos felület. Lényeges, hogy a baktériumok, ezek a hőtermelő baktériumok levegőt, tehát lélegeznek, levegő szükséges a rendszerben. Körülbelül 50%-os nedvességtartalom az optimális, illetve kapcsolódnia kell a humuszhoz, tehát a földhöz vagy a humuszhoz, hozzáadott humuszhoz, ami a mikroorganizmusokat, illetve ezeket a gombákat kapcsolja a kazánunkhoz. Csak így vázlatosan a szén, tehát miben van szén, milyen anyagokban? Elsősorban ilyen száraz növényi szárakat lehet széntartalommal egyenlővé tenni. Ilyenek a faágak, a bozótág, a szalma, a száraz, bármilyen növényi szár. Nitrogént pedig elsősorban a trágyában találunk, tehát ezért fontos itt a trágya használat, illetve hát vannak tehát a zöld rügyek, hajtások, levelekben is rengeteg nitrogén van,
amik nem szárad. Ezek nitrogént tartalmaznak. Az aprítás az vitatott dolog, tehát aprítani szükséges, hogyha nagy hogy nagy legyen a fallagos felülete. Viszont nem minden esetben. Volt szerencsém, hogy egy hete meglátogatott egy francia hippi, aki Jean Pennek a állítólagos szomszédja 10 kilométerrel lakik tőle. Nem is ez a lényeg, hanem azt mondta, hogy olyan kisújnál vékonyabb ágakat, tehát olyan 1 cm-nél vékonyabb ágakat, szerinte, tapasztalatból mondta, szerinte nem szükséges aprítani, hanem bele kell rakni a komposztba. Ez részben azért igaz, mert ezek a vékony ágak általában zsengék, tehát gyorsabban bomlanak, meg hát elég vékonyak ahhoz, hogy nagy legyen a feallagos felület, viszont azáltal, hogy nem aprítottuk el, mert nem aprítottuk fel, bizonyos laza szerkezetet is biztosít a komposztnak, tehát jobban járja a levegő. Még annyit mondanék az aprításról, csak azért, mert nagyon sok gondot okozott, hogy milyen az aprítéknak a típusa. Fontos, hogy ha lehet frissen metszett ágakból készüljön az apríték, és mindenképpen ágakból, tehát nem elképzelhető az, hogy ilyen farönköket ledarálunk, és akkor azokat hasznosítjuk, amit amúgy általában a kereskedelmi forgalomba be lehet szerezni. Az égetésre előállított apríték, az komposztálásra nem annyira jó. Még 10 perc. Beszéltem a levegőről, lélegző baktériumoknak szükségük van levegőre. Ebből kifolyólag a komposztot nem tömörítjük. Elkövettük mi is azt a hibát, hogy építés közben elkezdtünk rajta ugrálni, nagyon nagy buli volt, de sajnos nem jó, mert összetömörödik. Zárt tér esetén, amennyiben a komposztálót, tehát ezt a komposztkazánt egy zárt térbe tesszük bele, mondjuk egy dobozba, a levegőztetést meg kell, hogy oldjuk. Időnként van, aki megpiszkálja, megforgatja, nyilván ezzel is a levegőztetés lehet segíteni, ilyenkor felélénkül a komposzt hőtermelődés, még több hőtermel, és mit írtam még ide? Hát igen, laza szerkezetűre kell építeni. Tehát ezzel az ágas rendszerrel, amit mondtam, hogy az ágokat egybe, vékony ágokat egybe belerakjuk, mondjuk rétegezve, ezzel lehet ilyen levegőztető csatornákat biztosítani. A szalma is hasonló tulajdonságokat kölcsönöz. A nedvességtartalom tapasztalati azt mutatja, hogy olyan 50% körüli az optimális. Ennél több se, kevesebb nem igazán jó. Fontos, hogy kút, illetve esővízzel áztassuk az aprítékot, hogy magas legyen a kezdeti nedvességtartalma, illetve később az elpárologtatott vizet permetezéssel lehet pótolni. Aztán van persze a humusz, amit hozzáadunk a rendszerhez, ugye ez biztosítja ezeket a baktériumokat, akik a folyamatot el fogják végezni nekünk. Megpróbálom kicsit felpörgetni, tartós komposzthőtermelés. Nem szükséges annyira sietni közben az információt kaptuk, hogy még az ebéd is folyamatban van, úgyhogy a szállítás, úgyhogy nem kell kapkodni. Jó, rendben, akkor nem kapkodok. Ja igen, tehát a komposzthőtermelés ugye egy olyan természetes folyamat, ami most szabadjára van eresztve, működik, ahogy éppen ezek a baktériumok jól érzik magukat. Pont itt a kulcs, hogyha azt szeretnénk, hogy jól fűtsön a komposztkazánunk, akkor nekünk az az érdekünk, hogy a baktériumokat jól tartsuk, tehát jó környezetet biztosítsunk nekik. Ugye, amit mondtam, mivel lélegző baktériumokról van szó, levegőztetéssel, levegő utánpótlással lehet fokozni a folyamatot, a komposzt szerkezetének a lazításával, tehát amit előre kell gondolnunk, hogy már eleve úgy építjük meg a komposztot, hogy rétegezve beleteszünk ilyen ágakból, illetve szalmából lazább rétegeket, amik valamelyest ezt így elősegítik, illetve a komposzt aktív levegőztetésével, mondjuk levegőztető csatornákat teszünk bele, dréncső vagy akár más csőrendszerrel, amit egy ventilátor segítségével át tudunk fújni. Ez inkább egy nagyobb
vagy szabályozott komposztkazánnál lehet egy ilyen szempont. A vízutánpótlás ugye azért fontos, mert elpárolog a melegtől a víz, hogyha, főleg, hogyha egy nyitott terű komposztkazánról van szó, tehát itt pótolni szükséges. Nyitott komposztkazánnál lehet természetes csapadék, illetve kút vagy esővíz. Azért fontos, hogy kút vagy esővíz, mert a baktériumok a klóros vizet sem szeretik, tehát jobb az éltető vizet használni. Illetve nitrogén adagolását írtam még föl, a folyamat trágya, illetve hígtrágya hozzáadásával megint csak serkenthető. Kakuk Attiláék az otthon használt alomszéket a komposztkazánra ürítik, és tapasztalták, hogy mikor bedolgoznak egy adag trágyát a komposztba, akkor mindig egy kicsit melegebb lesz. Ők nem mérnek, de figyelemmel kísérik a folyamatot. Hogyan nyerjük ki a meleget? Ja igen, itt, tehát attól függően, hogy mire használjuk. Hogyha, tehát elképzelhető az, hogy fóliasátor fűtésére használjuk, és akkor a komposzt halmot, mint komposztkazánt megépítjük a fóliasátoron belül, és akkor nem igazán igényel semmilyen bonyolultabb technikát, hagyjuk dolgozni a komposztot, fűti a terét, és akkor így fűti az egész fóliasátort. Ez megvalósítható, de mivel a komposzt az egy igen nagy nedvességtartalmú, vagy nagy párolgású folyamat, nem szeretjük ezt a párás levegőt bent tudni a házunkban, ezért egy olyan hőcserélőt kell kialakítani, ami ettől mentes. Erre a legegyszerűbb mód ez a vízkeringetéses hőcserélő, amivel 35-45 fok körüli vizet lehet kinyerni. Ez tökéletesen alkalmas padló és falfűtésre, illetve használati melegvíz előállításra. Hogyan épül fel a komposztkazán? Tehát van egy komposztrész. Most ezt úgy képzeljük el, hogy ez a komposzt, ez mondjuk az én esetemben egy 12 köbméteres komposzt, tehát nem egy kicsi kerti komposztálócska, hanem egy nagy, baromi nagy komposztáló. Az én esetemben ez egy 3 méter átmérőjű, 2 méter, 1,80 magas nagy kertészben van felhalmozva. Ebben a komposztban ugye benne van a hőcserélő, amivel ezt a hőt hasznosításra kinyerjük, és lényeges, hogy ugye a vizet azt keringetjük, keringető szivattyúval lehet keringetni, ez kaphat egy időkapcsolásos vezérlést, ami annyit jelent, hogy előre beprogramozott módon, meg mondjuk, hogy a napnak melyik szakaszában mennyi időre kapcsoljon a szivattyú, ezt vezérlésnek hívják. Ennek hátránya, hogy nincs tekintettel, nincs figyelemmel arra, hogy éppen a komposztáló, illetve a komposztkazán milyen állapotában van. Ennél egy jobb módszer a szabályozás, ahol a belső megfigyelt értékeket felhasználva egy valamilyen logika mentén tudjuk ezt szabályozni. Ennek az első pontját, a hőmérséklet figyelését már sikerült megoldanom, de tovább lehet fejleszteni a nedvességtartalomnak a mérésével, illetve a levegő és a széndioxidnak a mérésével, ami ilyen szempont lehet itt a komposztálóban. A hőcserélő típusoknál én itt leírtam ezeket, ezt most átugrom, mert úgyis van itt képes, amit sokkal jobb. Tehát a Jean Pen, ő egy olyan hőcserélőt épített, ahol a komposztnak egy ilyen elképzelt ilyen hengeres palásra tekert föl műanyagcsövet. Ez a egyik legegyszerűbb módja. Nyilván az egyik csövön bemegy a víz, a másikon kijön, és, vagy a másik végén kijön, és a útközben fölmelegszik, és akkor kinyertik a hőt. Így néz ki, hogyha több réteget húz egymásra. Kakuk Attiláék hasonló megoldást alkalmaztak. Ugyanezt a palásra tekert csövet alkalmazzák, csak vízszintesen elfektetve.
Csak így zárójelben, tehát működik, náluk is működik, Jumpernek is működött, nagyon sokaknak működik ez a hőcserélő. Látok benne egy fura dolgot, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor ez be van építve a komposztban, egy ilyen 60 centis átmérő kör, nekem az az érzésem, hogy a körnek a közepén lévő komposztot körül járja, de nem veszi ki a hőt, tehát ott nem hasznosítja. Ez most lehet egy hátrány, mert mondjuk kisebb lett a hatásfoka ennek a hőcserélőnek, mert vannak olyan területek a komposztban, ahonnan nem hasznosítja a hőt. Ugyanakkor lehet egy előny is, ezt még nem tudjuk. Lehet, hogy ezáltal, hogy vannak olyan területek a komposzton belül, amit nem hasznosítunk, így nem tudjuk kimeríteni a komposztkazánunkat, tehát nincs az, hogy túlhűtjük. Míg az én esetemben, ami egy ilyen átjáró, tehát teljesen áthálózódó hőcserélőt fejlesztettünk ki, itt fennáll a veszélye annak, hogyha nagyon aktívan keringetjük a vizet, bizony vissza lehet hűteni a komposztot. Most ezen kicsit menjünk át, hogy ez hogy működik. Ilyen hőcserélő spirálokat készítettünk. Ez olyan 2 méter átmérőjű spirál, padlófűtés cső van rögzítve ezen a betonvashálón. A betonvasháló az nem lényeges, csak hogy egybe maradjon. Úgy gondoltam, hogy a komposzt a közepén a legmelegebb, úgyhogy kívülről befelé keringetjük a vizet, és a középpontján vesszük ki, ahol a legmelegebb. Később majd láthatjuk, hogy ez sem teljesen van így, mert a komposzt az egész máshol melegszik, mint ahogy sejtenénk. Először úgy csináltam, hogy egymás fölé, ugye miközben építettük a komposztkazánt, rétegezve 20 cm-enként betettünk egy ilyen spirált, a csöveket, csővégeket felcímkéztük, függőlegesen rögzítettük, és mikor elkészült az egész kazán, akkor a tetején ez a piros meg kék csík, ez egy-egy ilyen osztó, ami összesíti azt a 8 csövet, és egy fő csőre vezeti, ami bemegy a házba, illetve azonnal visszatérő csövet leosztja a 8 spirálra. Ennek komoly hátránya az, hogy hát nagyon sokat kell vacakolni ezekkel a csövekkel, míg itt fölfele van. Általában beleakadunk, meg na mindegy, mindig útban van. De a legrosszabb az, hogy az összefogatás, tehát a szerelést, az, hogy ezek a csővégek pontosan egy szinten illeszkedjenek abba az egy szerencsétlen osztóba, az egy pokoli meló. Tehát mikor ezt így másodjára megcsináltam, megfogadtam, hogy soha többet ilyet nem fogok csinálni magammal, és akkor kitaláltuk ezt a függőleges osztós hőcserélő rendszert. Ennek az az előnye, így mutatom. Tehát ez egy ilyen csövet kell elképzelni, ami olyan magas, amilyen a komposzt. Az osztó végén van a légtelenítő szelep. Ez nagyon fontos, hogy ugye ez mindig a legmagasabb ponton lesz, úgyhogy ez tökéletesen jól tud működni. Az egyik csőnek alul van, a másikon a tetején van a kimenet. Ez azért lényeges, hogy egyenletes legyen a hőcserélőben a nyomás, és így a keringési vagy folyási sebesség, hogy az összes spirálban egyszerre menjen a víz. Az építés során folyamatosan kapcsolható be a spirál a rendszerbe, így megspóroljuk magunknak ezt a szenvedős munkát, amit a másik rendszernél tapasztaltunk, és a végén így felrétegeződik ez a 8 darab spirál, de ezt nyilván lehet nagyon, tehát sokféleképpen meg lehet csinálni. Az, hogy most nekem 80, az egy dolog, de lehet 4-et is, lehet hatalmasnak rendszereket. Ez az egészet el lehet fektetni, nem muszáj kör alakúnak lenni, tehát sok lehetőség van a kialakítása. Épületgépészeti tartozékokról kell, hogy meséljek még. Keringető szivattyúról ugye meséltem, ez az, ami a vizet keringésbe tartja, a meleget ezzel tudjuk bevinni a házunkba. Lehet időszakos keringetés, ez azt jelenti, hogy vagy működik a szivattyú és keringet, vagy nem működik. Ennek hátránya, hogy lépcsőzetesen, tehát időszakosan terheljük a kazánunkat, nem folyamatos a
hőkinyerés, ennél sokkal jobb, hogy egy folyamatos keringetés, méghozzá nagyon lassú keringetés. Ezt változtatható folyási sebességgel lehet megvalósítani, ez ilyen típusú, erre alkalmas keringetőszivattyúra van szükség. Kell kiegyenlítő tartály a nyomás tartására, légtelenítő szerep az megvolt. Hát puffer tartály, másodlagos hőcserélő, hogyha kell a rendszerünkbe, ezt még hozzá lehet tenni, nem fontos amúgy. A mérési kísérletemről mesélnék még, csak hogy némi, hát ha vannak érdeklődő villamosmérnökök, vagy informatikusok, vagy egyáltalán ilyen innovációban érdeklődők, mert rengeteg munka és lehetőség van a komposztkazán fejlesztésben, ebből engedjétek meg, hogy megosszak pár gondolatot. Amit végeztem, az keresztmetszeti hőkarakterisztika, 77 darab szenzort tettem bele ebben a nagy komposztba, így keresztmetszetbe. Ez azért jó, mert egy ilyet tudtam készíteni, egy ilyen ábrát, vagy tehát egy ilyen visszajelzés érkezett a január 4-i állapotról. A megfigyelés szempontjából jó tudni, hogy tényleg hogyan viselkedik a komposzt belülről. Én ilyet még nem nagyon láttam, csak annyit, hogy nagyjából melegszik. Így beleraktuk ezeket a hőmérőket, és már is tudjuk, hogy hol hidegebb. Itt például ebből az ábrából látszik, hogy az alsó szinten a szenzorok azért annyira, tehát nem igazán melegszik a komposztnak az alja, mert körülbelül ebben a magasságban, ennél a színnél jártunk, amikor mókából megtapostuk a komposztot, úgyhogy ez itt rendesen össze is tömörödött. Az nem is nagyon melegszik azóta se. Aztán a mérésnek része a kimenő és bemenő víznek a hőmérsékletét megmérni, a hőcserélő spirálban folyó víznek a hőmérsékletét is mérem, illetve átfolyás mérek. A célom az volt, hogy megmérjem a kivető hőnek a mennyiségét. Ezt a kivető hőnek a mennyiségét szükséges a ki- és bemeneti hőmérsékleteknek az ismerete, illetve az átfolyásnak a mennyisége, illetve hát a komposzt hőkarakterisztikáját kívántam megvizsgálni. Csak az, hogy hogyan tudunk csőben víznek a hőmérsékletét mérni. Nagyon egyszerű, egy réz tétakba teszünk egy merülőhüvelyt, és Kínából lehet rendezni olcsóért ilyen DS18B20 digitális hőmérőt, ami csak be kell dugni, és már működik is. Az átfolyást azt egy vízórával oldottam meg. Talán látszik itt a jobb oldali képen, hogy tudjátok, az órán van egy ilyen kis tekerentyű, az a török, és akkor rá lehet tenni egy ilyen, hát ilyesmi alakú valamit, és arra meg lefele fordítva egy optokaput. A lényeg az, hogy így a vízóra minden deciliternél küld egy ilyen impulzus a számítógépnek, ami meg tudja így számolni, és akkor már is tudjuk, hogy mennyi víz folyott át a csőrendszeren. A szabályozást egy Raspberry Pi típusú számítógéppel oldottuk meg. Ez egy ilyen kicsi, nagyon jó programozható, tehát elég sok mindenre felhasználható kis számítógép. Ehhez tartozik egy elektronikus, végülis egy eszköz, a szenzorokat illesztő ilyen panel. Egyéb kapcsolóeszközök, tehát ahhoz, hogy kapcsolgatni lehessen a számítógéppel a szivattyút, nyilván kell oda közé egy kis megint csak egy elektronika. Ezt még ide betettem, ezt már tényleg nagyon szakmai, nem igazán biztos, hogy mindenkit érdekel. Csak a Raspberry Pi, ez a kis számítógép, tényleg, hogy értsük, hogy miért ezzel foglalkoztunk, vagy miért ezzel dolgoztunk, és nem mondjuk egy ilyen laptoppal, ezzel nem lehetne ezt megoldani, ez pedig egy ilyen 10 000 forintos kis tenyérben elférő kis számítógép. Itt ezek a GPIO-k, ezek ilyen General Purpose Input-Output, ezeket lehet szabadon használni, programozni, bármire rávehető, amit szeretnénk, többek közt hőmérsékletmérésre. Eddig erre használtuk, meg hát ez kapcsolgatja a szivattyút, ahogy mi akarjuk.
Ez a valóságban így néz ki, a komposztnak az oldalán egy ilyen fatáblára van felszerelve, az a baloldali doboz az a számítógép, a jobb oldali az egy saját készítésű ilyen panel, még wifi router is van rajta, hogy bármikor be lehessen lépni, és akkor ott meg lehet nézni, hogy mit csinál az az egész, vagy meg tudjuk nézni, hogy a komposzt éppen hogy érzi magát, meg ilyenek. Ja, és akkor most, hogy már mértünk, tudunk ilyeneket mutogatni. Arra büszke vagyok, hogy legalább már egy ilyen diagramot fel tudunk mutatni. Arra már kevésbé, hogy azért látszik, hogy a kivett hőmennyiség nem az a meggyőző mennyiség, amivel így rábíznánk a házunkat. Csak így nézzünk itt a vége fele, látszik, hogy egy ilyen 20 megazsúl átlagban, hát az nem sok mindenre elég. Mondjuk úgy, hogy egy múltkor számolgattunk egy ilyen 50 megazsúl, ami volt az elején, ez egy kisebb, ilyen 20 négyzetméteres kis szobának a fűtésére úgy jó. Tehát ez még messze van attól, hogy házat lehessen fűteni. Hozzáteszem, hogy ez az én komposztkazánomban van így. Vannak, akik így fűtik a házukat, tehát hogyha ezt a mérési rendszert mondjuk elvinném a Kakuk Attiláékhoz, akkor lehet valószínűleg sokkal jobb tapasztalatokat szereznénk. Mértünk az OMS-től elkértem csapadékadatokat, abból így azért látszik, hogy mivel szabadtéri a komposztkazán, lehulló csapadék mindig egy kicsit beindítja a komposztot. Sajnos elég gyér volt a csapadék télen, úgyhogy volt, hogy meglocsoltam. Ezt stressz tesznek neveztem ezt a ábrát. És itt látszik, hogy az a sárga háromszög, az azt jelenti, hogy körülbelül négy köbméter vizet locsoltam a szegény komposztra szándékosan. Éppen akkor már nagyon ki volt hűlve, tehát nem igazán termelt, és úgy gondoltam, hogy akkor most eljött az ideje annak, hogy most halálba küldöm a komposztot a sok vízzel. Sikerült is, tényleg teljesen így megszűnt a hőtermelés, de amiért én ezt végeztem, tehát ez nagyon fontos, hogy azért egy 12 köbméteres komposztban 4 köbméter vizet beletenni, az nagyon sok. Nyilván nem természetszerű, tehát leállt a folyamat, viszont egy másfél hét után újra meleg lett, tehát nem lehet leállítani, tönkretenni a folyamatot, a természet működik, amikor már éppen így nagyjából kiszáradt, már megint végezte a dolgát. Fejlesztési lehetőségekkel még egy pár szót, hogy tehát amikkel lehet babrálni, kísérletezni, a komposzt összetétele, nagyon fontos. Tehát az, hogy milyen anyagokat használunk, milyen arányban használjuk ezeket az anyagokat, hogyan, tehát milyen minőségben, milyen méretűre van felaprítva, vagy hogyan van keverve, rétegezve, ez már önmagában egy nagy terület. Légáteresztő, szigetelés, levegőztetés, ugye levegőztető rendszereknek a kidolgozása, hogyha esetleg a zárt komposztálók felé szeretnénk elmenni, vízpermetezés, a keringetés és a szabályozás az, ami talán most így a tevékenységemhez leginkább kapcsolódik, legalábbis ehhez, itt a számítógépes dolgokhoz. El szeretnék majd ilyen nyílt innovációba társakat keresni, illetve most jött egy új ötlet, hogy a hőtermelés segítő, tehát hogy ezt a hőtermelést segítsük, tehát valószínűleg elképzelhetőnek tartom, hogy tudunk ilyen biodinamikus folyadékokat előállítani, ilyen baktérium tenyészeteket, vagy annyira nem vagyok biológus, de úgy gondolom, hogy erre is van egy fejlesztési lehetőség. Mérési feladatokban, hát a komposzt nedvesség tartalmának, meg a levegő tartalmát a szabályozás miatt volna fontos megmérni. A komposztnak a tömegcsökkenését, illetve kalióméteres méréssel való, minek hívják, hőértékének a meghatározására meg azért volna szükség, hogy megtudjuk azt, hogy lényegében mennyi az az energia, amit ebből a fából, faaprítékból, valójában a komposztálással hasznosítunk.
ugyanis itt majd szépen össze lehet hasonlítani az elkomposztált anyagoknak az energiamérlegét az elégedett anyagoknak az energiamérlegével, és okozhat némi meglepetést már, hogyha ezt sikerül megmérni. És nekem is van egy ilyen oldala, hogy összeszedtem a fontosabb linkeket, hogyha valakit érdekel, remélem, hogy megtalálja a számára érdekes információkat. Köszönöm szépen! Jó, igen, kérdés. Hozzám? Igen. Ide írtam az e-mail címem, tőgyibali@gmail.com. Lesz majd weboldal, tehát egy ilyen tudástáron dolgozok, de azt már mondani sem merem, mert évek óta csinálom, és még semmi nincs belőle. Hát a műtrágyát én ebből kerülöm, ha, hát nem tudom, tehát nem, én azt, tehát hogyha már nitrogéneznem kellett, akkor én azt csináltam, hogy a budit oda ürítettem, meg volt egyszer ilyen hígtrágyát szereztem, hát nem volt egy nagy élmény azzal dolgozni, de azt is kipróbáltam, tehát működik, igen. Ország Jóska bácsi szerint 2-3 év alatt maradéktalanul lebomlanak ezek a veszélyes anyagok. Nem nagyon forgatja. A módszer az az, hogy egy évig külön kupacba, aztán a második évet már a konyhai hulladékkal vegyesen, és meg lehet még egy harmadik bónusz évet vele csinálni. Én nem tudom, én nagyon hanyag vagyok. Otthon simán összeborítom, és az a tapasztalat, hogy tehát egy év után már semmi nem látszódik belőle. Ha mit veszel ki? Ja, hűt. Semmi, már értem a kérdést. Arra, hogy hát a konyhai hulladékkal mit lehet csinálni, gyűjtjük. Én is gyűjtöm külön, és mikor komposztkazánt építek, belerakom azt is. De alapvetően a komposztkazán nem a konyhai kerti hulladékból gyűlik össze, meg nem is az alomszékből, mert annyi vendég nem jön a házhoz. De és tehát a komposztkazánhoz én is vásároltam most aprítékot, de úgy gondolom, hogy tehát olyan helyen érdemes használni, ahol eleve van ilyen jellegű zöld hulladék, tehát mondjuk nyírni kell a gazt, meg a bozótot, le kell metszeni az ágakat. Ott keletkezik ilyen mennyiségű hulladék. És azokat nyilván akkor érdemes összeszedni, ledarálni, amikor építjük. A másik kérdésed, hogy a komposztban okoz-e gondot a hőkinyerés. Tehát a szabályozást én úgy állítottam be, hogy mindig csak akkor veszünk ki hőt, amikor annyira meleg a komposzt. Tehát mindig figyeljük azt, hogy ne hűljön túl a komposzt. Ezek a baktériumok elvégzik a dolgukat így is, úgy is. Hogyha tényleg nem hűtjük túl a komposztot, akkor ők ugyanazon a folyamaton mennek át, mintha nem hasznosítanánk. Igen. Jó, az a 70 fokos maghőmérséklet alapból tart 2 hétig. Szerintem akkor elképzelhető, hogy azt meg lehet várni, de utána visszaesik. Tehát ez egy inkább 40 és 50 fok közötti. Tehát az a 60-70, azt én is tapasztaltam, az az elején van egy 2 hétig, és utána leesik. Tehát fűtöm a komposztot? Hát biztos lehet, igen. De olyan gondolkodtam, hogy például egy sörkollektort le lehet rakni a déli oldalra, és akkor az ott felmelegített levegőt viszem be a komposztba, tehát ilyenekkel lehet ügyeskedni. Itt volt egy kérdés. Nagyon fontos tudni, Jean-Pierre-nek a módszeréről valóban nem használt trágyát, tehát csak bozótaprítékot használt. Viszont a bozótapríték az egy frissen vágott nyesedékből készült, ami lényeges nitrogént tartalmaz, tehát lényeges mennyiségű nitrogént tartalmaz. Ezért nem volt szükség neki trágyát hozzáadni. Pontosan nem tudom.
Én ezt soha nem értem. Úgy gondolom, hogy a baktériumok, amit ellélegeznek, ott széndioxid keletkezik, nyilván, de az nem túl jelentős. A metán és egyéb ilyen gázoknak a fejlődését jó esetben azért zárnám ki, mert ugye levegős környezetben ennek nem kéne, hogy keletkezzen. Ha keletkezik, az annak a jele, hogy levegőtől mentes területek is vannak a komposzton belül. Az annyira összetömörödött, hogy már nem komposztálódik, hanem erjedt gázfejlődés indul be. Ez nekünk nem jó. Tehát mivel a szerkezetében arra törekszünk, hogy levegős szerkezetű legyen, úgy gondolom, hogy egy jó komposztkazánnak nincsen ilyen. Igen, a biogáz az végülis anaerob körülmények között erjesztett szerves hulladék. Van ez a kritikus tömeg, ez a 4 köbméter. Szerintem ez azért fontos, ez a kritikus tömeg, mert ugye télen jelentős mennyiségű hőveszteség keletkezik. Most úgy képzeljétek el, hogy az én komposztkazánom, mivel nincsen szigetelése, a teljes térfogatának az 1/3 az, ami hő, tehát ami valójában hasznosítható. A maradék 2/3 az fűti a kertet. A nagyobb méretnél, tehát ahogy növeljük a méretet, tehát a komposztkazánnak a felülete, nagyobb komposztkazánnak nagyobb a felülete, de fajlagosan kisebb lesz ez a felület, ami hőveszteséget okozhat. Tehát exponenciálisan tehát hatványozottan növelhető a hatásfoka, illetve teljesítménye a térfogat növelésével. Közben szerintem a több kérdésre már nincs idő, mert így is elég jelentős csúszást szedtünk össze. Úgyhogy köszönjük az előadónak a nagyon érdekes előadást. A szalmaházakhoz való kapcsolódásban én is több pontot látok. Egyrészt akár a komposztnak a hőszigetelése is ugyebár megoldható valamilyen szinten köré hordott szalmákkal. Illetve volt róla szó, hogy milyen kevésre elég ugye egy ilyen komposztkazánnak a te tapasztalatod szerint a fűtése. De ugye, hogyha például egy jól szigetelt házról van szó, akkor már mindjárt ez a kevés fűtés is akár elég lehet, vagy jobb arányt lehet vele elérni. Tehát tényleg ezeknek a kombinációja az nagyon jól tud működni.